efebofiliáról. Miről? Az efebofília. Ezt még sajnos nem is hallottam, ezt a kifejezést. Ez tulajdonképpen a magyar oktatáspolitika és szociálpolitika csődje, amit igazából kitermelt magából, hogy így sikerült titeket kitermelnie magából. Ezért én is kérek elnézést, mint pedagógiai dolgozó. Az általunk megkérdezett politikusok többsége nem tudta, hogy mi az az efebofília. De mindegy, itt a videó. Újra felrakom, és újra felrakom, hogy ne maradjatok hülyék. Az efebofília azt jelenti, hogy egy 18 éven felüli, körülbelül 15-től 19 évesekig vonzónak találja az adott nem képviselőit, lehet ez fiú is, lehet ez lány is. Az esetemben fiúkról van szó. 15 éves szeretőjéről vallott a Krúdi Gyula általános iskola pedagógiai asszisztense. A közel 40 éves LMBTQ aktivistát, aki a tanártüntetéseknek is aktív résztvevője volt, kirúgták az intézményből, és még feljelentés is született az ügyben. A 39 éves férfi TikTok csatornáján azzal is kérkedett, hogy milyen szervezetek védelmét élvezi. Engem olyan emberjogi szervezetek képviselnek, mint a TASZ, a Helsinki Bizottság, az Amnesty International, de még a PDS, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is, tehát, és ezt teszik mindezt ingyen. A Fiatal Családosok Klubjának alapítója közben a pedofília törvényi meghatározásának felülvizsgálatát javasolja a kormánynak. Én is tegnap láttam ezt a kifejezést életemben először. Hát ez az ember súlyos elmehibbant, és nem kéne, hogy mondjuk egy iskolának a 30 kilométeres közelébe beengedjék. Az igazság, az ügyet nem ismerem, tehát ezt jobban meg kell nézni, hogy miről van szó, és hogy ki milyen korú, vagy mi igaz egyáltalán abból, amit az ember elmond. Tehát, hogy nagyon sokszor azt látjuk, hogy a közösség médiában TikTok, influencerek, sokszor feleség az, amit elmondanak, de amit most öntől hallottam, ez elég aggasztóan hangzik, ennyit tudok erről mondani. De most többet én sem tudok utána kell nézni, ennek nem tudom, hogy mi áll mögött. Azt nem tudom, hogy a törvényt kell-e módosítani, de azt tudom, hogy ami most benne van, azt végre kell hajtani. Természetesen, hogyha ő törvény sértett, akkor a törvénynek el kell járnia ez ügyben. A gyermekvédelmi törvényszabályai elég szigorúak. Én azt gondolom, hogy ha jól értem, itt ebben egy nyomozás lesz, az majd kideríti, hogy mi az igazság és mi a valóság, és el fog járnia. Remélhetően, hogyha valóban történt olyan esemény, ami nem felel meg akár a gyermekvédelmi törvénynek, akár pedig a közoktatási törvénynek, ugye ott a közoktatásban dolgozókra szigorúbb szabályok vonatkoznak, akkor annak lesz jogi következménye minden értelemben. Ami ma a parlamentben zajlik, az a parlamentalizmus megcsúfolása, a demokrácia megcsúfolása. A Rató Gergely szerint ugyan most már elég szigorúak a gyermekvédelmi törvény szabályai, de 2021-ben a törvény elfogadásakor még így kritizálta azt. Ráadásul a DK frakció részt sem vett a szavazáson. De nem csak a DK, hanem valamennyi ellenzéki politikus felszólalt a törvény ellen, és homofóbnak bélyegezte azt. Mi ebben a hitványságban nem fogunk részt venni. Ebben az LMP nem vesz részt, ezért bojkottálni fogjuk a mai ülést. Az MSZP elutasítja a Fidesz központi gyűlöletkeltését, a megbélyegzést és természetesen a kirekesztést. A Helsinki Bizottság és a TASZ is jelezte már, hogy nincsenek kapcsolatban a Krúdi Gyula általános iskola volt munkatársával, a PDS pedig annyit közölt, hogy amikor felkereste őket Bite Zsolt, akkor az ominózus ügyben nem nyújtottak neki segítséget. De amikor említette azt, hogy ő vele kapcsolatban ilyen jellegű vizsgálat folyik, hogy ő szexuális kapcsolatot létesített, vagy nem tanulóval, akkor ott szóltam, hogy megállunk azért, mert ez nem munkajogi kérdés. Kerestük az Amnesty International-t is, akik írásban válaszoltak kérdéseinkre. Ők azt írták, hogy Bite Zsolt a szervezetükkel kapcsolatban valótlan állítást fogalmazott meg. Arra a kérdésre azonban, hogy elfogadhatónak tartják-e azt, hogy egy 39 éves homoszexuális férfi szexuális kapcsolatot létesít egy 15 éves fiúval, nem válaszoltak. A történtekre reagálva Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalán azt írta, hogy megtámadták és megsértették a gyermekvédelmi törvényt. A harc tehát folytatódik. Ugyanis pont a napokban jelentek meg arról is hírek, hogy ahogyan Kocsis Máté fogalmazott, a brüsszeli birodalmi központ eljárás alá vont minket a pedofil ellenes törvénycsomagunk miatt.